Ismét névleges teljesítményen üzemel a hűtőszűrők tisztítása miatt leterhelt két atomerőművi blokk. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján tette közzé, hogy október 24-én délután csökkentették a 3-as és 4-es blokkok teljesítményét. Az elmúlt időszak alacsony dunai vízállásának köszönhetően az atomerőmű hűtővíz rendszeréhez tartozó szivattyúk szűrői nagyobb szennyezőanyag terhelésnek voltak kitéve. Emiatt a két blokkhoz tartozó turbinákat leterhelték, a szakemberek pedig hozzáfogtak a szűrők tisztításához. A munka végeztével a két reaktorblokk ismét névleges teljesítményen üzemel. A műveletnek nukleáris biztonságra gyakorolt hatása nincs, olvasható az atomerőmű honlapján. Ugyanitt adták hírül, hogy a kettes blokkot október 20-án egy dízelgenerátor hibája miatt leállították. Ezt a tervek szerint október 31-én helyezik üzembe.